Ritmikus gimnasztika edzésre melegítenek be a gyerekek a Tolnai Lovardában. A teremben két helyszínen folyik a tréning. Az egyik edző a kezdőcsapatot trenírozza, a másik oktató pedig a haladókkal foglalkozik. A megkérdezett fiatalok mindegyike azt mondja, hogy nagyon szereti ezt a sportot. Én 3 éve sportolom a gimnasztikát, mert szerettem a sportot, meg tetszik ez a karika, meg mindenféle szer. 6 éves koromtól sportolok, azért szeretem, mert szeretek mozogni, táncolni, jó a ritmusérzékem is. Én 5 éves koromtól sportolok, és azért szeretem ezt a sportot, mert hozzám illik szerintem, és megtetszett ez a sport, mert láttam unokatesomtól, és ezért én is szerettem volna sportolni ezt a sportágat. És a versenyeken voltam én is Pécs kupán, Hercegnő kupán és még vidékbajnokságon is. Nagy Dóra már egyetemista, de még mindig szívesen jön le az edzésekre, egész kicsi kora óta űzi ezt a sportot. Hát én 2,5 évesen kezdtem ezt a sportot, amikor még Ovi előtti nyáron anya levitt edzése, és hát azóta ott ragadtam. Igazából szeretem azt is, hogy változatos, hogy különböző szerek vannak, de igazából nem tudom, azt az érzést szeretem, miközben csinálom. A legjobb eredményem talán 3. osztályban a Buzogánnyal országos bajnok lettem, és összetettben pedig 2., de most már 2. osztályban versenyzek. Itt még olyan nagy kiemelkedő eredményem nincsen, mert sokkal nehezebb és jobbak az ellenfelek. Én most már igazából csak csinálom, ameddig még élvezem, én már egyetemista vagyok, szóval ameddig megy egyszer a kettő, addig fogom folytatni. Rövid nyári szünet állt a lányok rendelkezésére, hiszen a júniust végig edzették, majd egy rövid szünetet követően, augusztus 1-én már újra szőnyegre léptek. A szokásos táborukat is ebben a hónapban rendezték meg. Ez azt jelenti, hogy intenzíven, egy héten keresztül délelőtt délután edzettek a lányok. Ennek nagyon nagy jelentősége van az őszi versenyekkel kapcsolatban, mert gyakorlatilag a fizikai alapozást ezen az egy héten végezzük. Nagyon sokan voltak a táborban, nagyon lelkesek voltak a gyerekek. Most, ahogy vége lett a tábornak, meg ahogy elkezdődött az iskola, sajnos a betegség az nagyon-nagyon közre szólt, nagyon sokan hiányoznak az edzésekről, de hát készülünk a versenyekre. Az első megmérettetésük, ami igazi verseny lesz, az október végén lesz, az egy monorkupa lesz. Előtte viszont még itthon csinálunk egy kontrolledzést, ezt mindig meg szoktuk csinálni, hogy a szülők is lássák, hogy hol tartanak a gyerekek, meg én is lássam, hogy hol tartunk. Utána a fő versenyünk az novemberben lesz, ez a Bercik Sára emlékkupa. Ez november közepén van, és november végére tervezünk még egy kisebb versenyt, ahol a legkisebbek is terveink szerint már szőnyegre fognak lépni. A ritmikus gimnasztika nagy népszerűségnek örvend a városban, a gyerekek szívesen választják sportolási lehetőségként. Most ebben az évben nem is hirdettük meg, mert olyan sok kislány jár hozzánk, hogy nem tartottunk most nyílt edzést. Egyébként ezt minden évben meg szoktuk tenni, de most jelenleg több mint 40 tornászunk van, és hát nagyon sokan vagyunk, tehát hogy igazából a nagyon-nagyon tehetségeseket fel tudjuk venni, de most toborzás nem volt. A legkisebbek még a torna alapjait sajátítják el az edzéseken, a többiek pedig már a versenyeken is kamatoztatják tudásukat. Tavasszal hát egy óriási eredményünk lett a Bercik Sára emlékversenyen. Az egyik kislányunk 1. helyezést ért el. Igazából az egyesületben, a szabadidő kategóriában ez volt az 1. országos bajnoki cím. A Diákolimpián együttes gimnasztikai gyakorlatban nagyon-nagyon ügyesen szerepeltek a lányok. Ugye a Diákolimpia révén itt nem az egyesületet, hanem az iskolájukat képviselték. Nagyon szép dobogós helyezéseket értek el. Ezen kívül versenykategóriában, ugye, ami igazából több edzést feltételezne, mint amennyi nekünk van, a heti 2 alkalomnál többet. Vannak szép eredményeink. Országos döntőbe jutott Nagy Dóra, ő az egyik legidősebb versenyzőnk itt az egyesületnél.